Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a Voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget. Első fejezet. A spirituális intelligencia felszabadítása és a szív tudatosságának felébresztése. Mit nevezek spirituális intelligenciának? a spirituális intelligencia az én olvasatomban sajátos tartalommal bír. Egyfelől a spiritus szóból eredeztethető, amelynek jelentése lélek, lelki, szellem, szellemi, másfelől az intelligencia szóból, ami az értelemre, az értelmességre és a szellemi képességekre utal. Csak hogy a spiritus alatt jó magam nem a pszichológiai értelemben vett szellemet vagy lelket értem, hanem kifejezetten az emberben működő és munkálkodó isteni alkotó elemek összességét. Vagyis külön-külön és egyszerre a lelket, a szellemet és a többi isteni összetevőnket, amelyek többé-kevésbé érzékelhető, esetenként mérhető és kikövetkeztethető funkcióinak, oly sok nevet adtak már az előttem járó szakemberek, hogy szinte teljesen el lehet veszni a definíciók között. Tehát nálam az ember magasabb rendű, isteni eredetű és fokozatú alkotó elemeinek az összhatását foglalja magában a spirituális intelligencia kifejezés jelzője. Sajnálom, de ez nem egy leszűkíthető fogalom. Ebből az is következik, hogy már a legelején eldől a kedves hallgatóm számára, hogy együtt tud-e gondolkodni és szárnyalni velem a szeretet alkímiájának a szférájában, vagy sem. Mert ha ne talán elfelejti majd, hogy mit jelent a spiritus jelen könyvem nyelvezete és tartalma szerint, akkor fennállhat a lehetősége annak, hogy elveszíti a mondandó fonalát, és minden erőfeszítésem dacára félreértelmezheti az üzeneteimet. Az intelligencia fogalmát sem tudományos oldalról közelítem meg. Szögezzük le, hogy metafizikai, ontológiai, spirituális aspektusokból származtatom az intelligenciát. Ennél fogva egy olyan egyénre szabott és az egyénre jellemző egységes, összesített képesség és készségrendszert értek alatta, amely végső soron az Istenién, azaz az önvaló, tehát lényünk magjának egyes hatásait öleli fel. Valahogy úgy, mint az indiai tanmesében, amelyben az öt világtalan ember tapogatja az elefántot, és mindegyik másnak írja le ugyanazt az élőlényt a szerint, hogy mit tapasztal belőle. Ezért aztán az intelligencia lehet egységes a gyökereinél, vagy isteni, Ugyanakkor megkülönböztethetünk többfélét is belőle, szintjei, mintázatai, irányultsága, stb. szerint. Azt hiszem, ennyi száraz magyarázkodás bőven elegendő ahhoz, hogy eloszlassam a legfőbb belső vívódást ezzel kapcsolatban. A többi úgyis hamarosan megvilágosodik a hallgató előtt. Aki pedig még behatóbban érdeklődik a lélek, a szellem, az istenién teremtése, sorsa, értelme, célja és útja iránt, bátran lapozzon bele a kiválasztottak titkos tudása című könyvembe. Az eskú és a szív kapcsolata A hétköznapi, a vallásos és a spirituális életben az ember isteni részei markásan tetten érhetőek például mentális mintázatokként, emocionális kompetenciákként, viselkedési módokként, egyszerűnek tűnő szokásokként, hiedelmekként, hajlamokként, ösztönökként, akarati tényezőkként, belső törvényekként, stb. Ezek olyannyira hozzánk tartoznak, úgy szólván szerves részünket alkotják, átszövik a személyiségünk tudatos és tudattalan régióit, hogy teljesen magától érthetődőnek vesszük őket. Holott, ha egy picit közelebbről megvizsgálnánk azokat, akkor rájöhetnénk, hogy minden hasonlóságuk ellenére mindegyiknél egyediek, mind minőségük, mind mennyiségük, mind hatékonyságuk tekintetében. Ez utóbbi különösen érdekes, hiszen ritka jelenség, amikor valakiből érződik, sugárzódik a spirituális intelligencia, mégsem képes annyira kibontakoztatni, amennyire ez másoknak sikerül. Ennek oka elsődlegesen az, hogy hozott, velünk született és szerzett, gyűjtött karmikus vetületektől függ a spirituális intelligenciánk felszabadulásának és hatékony működésének esélye. Ebből következik, hogy az adottság még korán sem minden tenni kell azért, hogy az SQ bennünk kibontakozhasson. Bár az SQ potencialitása már készen van bennünk a születésünkkor, a kimunkálása különféle belső és külső feltételektől függ. Belső kondíciónk az akarati, az érzelmi, a gondolkodási és a tudatossági tényezők sokasága, külső feltételek a családi, a társadalmi és a világkorszakra vonatkozó faktorok garmada. S külön említést érdemel az egyszerre belső és külső kompetensnek számító magasabb rendű isteni akarat, ami mindent képes überelni. Ez is szabad akarat, csak éppen nem az egói, hanem az isteni énünké. Sokan erre szokták a determináció, a predestináció vagy a végzet kifejezéseket használni ami azért nem teljesen adekvált, mert az örök isteni énünk is mi magunk vagyunk, sőt, ami azt illeti, elsődlegesen azok vagyunk, s csak másodlagosan, részlegesen és időlegesen vagyunk azonosak az én képeinkkel. Aki ismeri a szellemi hierarchia fogalmát, tudhatja, hogy minden ember rélet isteni lélek a legfelsőbb tudatosság jóvoltából egyedi és megismételhetetlen csodája a teremtésnek. Akár a reinkarnációs körforgásban mozgó isteni részekről, akár a segítőként vissza-visszatérő teremtett lelkekről az úgynevezett kiválasztottakról van szó. Az ember centrumáról általánosságban kijelenthető, hogy az a benne található legfőbb jó erre és csak is erre az osztatlan nem kettős középpontra, modern kifejezéssel élve individumra mondhatjuk azt, hogy a forrásunk az eredetünk, az isteni halhatatlan énünk, amely eszenciálisan egy az abszolútummal, akit egyébként sokszor Istennek nevezünk. Mint hogy a bennünk létező istenséget vagy isteni részt a legnemesebb biológiai szervünkhöz kapcsoljuk, ezért sokszor a szívvel hozzuk összefüggésbe. Lehet, hogy a kedves hallgató nem osztja a nézeteimet egy tárgykörben, mert tegyük fel számára nem a szív a legtisztább és legnemesebb szervatestben. Ennek ellenére remélhetőleg a szimbolikámat azért elfogadja. Különösen könnyű belátni, hogy a mai modern ember fejnehéz, hogy úgy mondjam. Értem ez alatt, hogy túl sokat agyal, túlságosan sokszor az intellektusával próbálja az életét megismerni, a problémáit megoldani és a céljait megvalósítani, sokszor automatikusan háttérbe szorítva a szívében lakozó lélek kompetenciáit. Pedig a fej és a szív az ész és az érzelem, a szellem és a lélek közötti helyes egyensúly kialakítása és fenntartása tűnik a tartósan sikeres és boldog élet zálogának. A szívről majdnem mindenkinek az érzelmek, a szeretet, a hála, a jóság és a lélek jut eszébe. Amennyiben ezeket az értékteremtő csodákat valaki élete minden pillanatában helyesen tudná megélni és átélni, akkor folytatnom sem kellene az okfejtésemet, mert az élet többsíkú csodái mint egy maguktól feltárulnának a megélő a megfelelő tudati, lelki érettségi szinteken. Ám de legnagyobb sajnálatomra a 21. századi ember életgyakorlatában ez nem így működik. Mi történik, amikor közelebb kerülünk az önvalónkhoz, amikor megismerik az isteni önvalónkat, rögtön elindul bennünk egy tudati áthangolódás. Ez pedig átalakítja a személyes valóságunkat és én érzékelésünket. Ennek következtében magától kirajzolódik a szív útja, a spirituális önkibontakoztatás ösvénye. Ha valaki nem a szíve, a spirituális önmaga útját járja, akkor egészen biztosan eltávolodott a saját felsőényétől ha pedig nem képes venni a lélek szikrájának az üzeneteit a szív vagy a fejsikján, például előérzetek, megérzések, sugallatok, késztetések, sejtések, spontán ötletek, ráeszmélések, álmok, magasabb rendű kommunikáció vagy akár diszkurzív gondolatok formájában, akkor a leszületés előtt vállalt életfeladatait sem lesz képes beteljesíteni. Sőt, Idővel még a folyamatosan feliáradó jóság és áldás sem tudja tartósan boldogá tenni, kellőképpen kielégíteni, és ösztönösen ráhangolni a lét magasabb állapotaira és igazságaira. Spirituális feladat egyes pont. Vedd észre magadon, ha nem a szíved útját járod, például úgy, hogy megfigyeled egy-egy napodat. 2. pont. Kérdezd meg magadtól, hogy mennyi időt töltesz a fejedben és a szívedben. Mikor használod a fejedhez, agyadhoz, eszedhez kapcsolódó készségeket? Mikor veszed igénybe a szíved és a lelked kompetenciáit? Hármas pont. Ismert fel annak a tüneteit és következményeit, ha nem vagy összhangban a lelkeddel. Négyes pont. Vald be magadnak őszintén, ha életed javarészében már nem tudsz önfeled boldogságot érezni, s ha már nem igazán elégít ki az életben lét élménye bizony sok elhangolódás, elfolytás, meg nem élt vágy és szenvedés gyülemlik fel az örök elhangolódott ember lényében, amitől az élete egyre kényelmetlenebbé, igénytelenebbé, majd később monotonná és egyre keserűbbé válhat. Ha sikerül eljutnod ezekhez a felismerésekhez, akkor ajánlok egy utat, melyen keresztül visszatalálhatsz az igazi mi voltodhoz, az önvalódhoz. Amikor a megélő elhangolódik az eredeti önmagától, akkor az éntelenség állapotába süllyed. Ez nem azt jelenti, hogy az ember ne érezné magát valakinek, hanem csupán annyit takar, hogy az isteni ényétől eltávolodott, és az isteni mi volt a helyett az egójával, a külvilág hatására felépített pillanatnyi énképével, önképével azonosítja magát tévedésből. Ez a szenvedéseinek a gyökéroka. Spirituális feladat állj meg, most tarts egy kis szünetet, és önállóan mérlegeld magadban, hogy mennyire vagy elhangolt vagy felhangolt állapotban ebben a pillanatban, és általában a jelen életkorszakodban. Elhangoltság egyenlő ego vagy ideiglenes énképek hiedelmei. Felhangoltság egyenlő transzcendens, örökénre irányoltság, illetve hangoltság. Tudod, ez a hangos könyv nem egy szokványos alkotás abban az értelemben, hogy nem elég meghallgatni és mi hamarabb túl lenni rajta. Ennek ugyanis semmi értelme. Ez a szerénymű az isteni önvalód ösvényét igyekszik feltárni előtted praxeológiai szempontból és hozzásegíthet ahhoz, hogy egyet egy szinttel közelebb kerülhess hozzá. Nem a konvencionális elméleti részekben merül ki, hanem minden ízében gyakorlatorientált. A spirituális valóságban a szív útja mindig egyszerű és nemes. Ismert meg és válj egy a szívünkön keresztül a teremtő igaz fénye nyilvánul meg. Szabad akaratod érvényesülhet, amikor úgy döntesz, hogy minden nehézség és hátráltatás dacára hagyod az életedben érvényre jutni a szívedhez, spirituális terminussal élve a szív csakráthoz tartozó kompetenciákat, képességeket, hatásköröket. Ilyen jellemvonásaink a készségeink. Az elfogadás, az érzelmi rugalmasság, a tolerancia, a boldogság, a nyitottság, a hála, az empátia, a szeretet, hogy csak néhányat említsek a sok közül. A fő kérdés az lehetne számunkra, hogy mi gátolhat bennünket abban, hogy ezt a csodálatos és harmonikus szívközpontot folyamatosan működtessük. Bizonyosan a kedves hallgatóban is megfogalmazódnak olyan kérdések, érzések, amelyek beleillenek a következő gondolatmenetbe. A sötétség és a káosz erői minduntalan megpróbálnak eltanácsolni bennünket az igazi útunktól. Kit a gondolatvilágán, kit az érzelemvilágán, kit a különféle egzisztenciális hiányállapotokon, Kit a megkísértéseken, kit a nem tudásán, kit a szenvedélyein, kit a jólétén, gondtalan anyagi helyzetén keresztül környékeznek meg, és tesznek hatásba a kötőerők. Ha ezek külön-külön még nem is, de együttesen mégiscsak számos gátat és nem kívánatos kötődés hozhatnak létre a szívünkben és az isteni lelkünket övező különféle burkokban. E helyütt szív alatt a tágabb értelemben vett érzelem és lelkivilágot értem. Ezeket a bennünk születő hatásokat a mindennapi életünkben elégedetlenségként, türelmetlenségként, rugalmatlanságként, sérelemként, sebezhetőségként, lelkifájdalomként, bánatként, nehezterésként, szorongásként, ragaszkodásként, harakként és többnyire valaminő rossz közérzetként élhetünk meg. És itt a hangsúly azon van, hogy bennünk születnek, vagyis mi teremtjük őket tehát a mi belső démonjaink a saját kreatív energiáinkból épülnek fel. Spirituális feladat. Ismert fel, hogy a szomorúságtól kezdve az önsajnálaton és a zárkózottságon keresztül az életuntságig minden negatív érzelmet, érzést és érzetet részben te magad alkotsz, táplálsz és ismételsz. A szíved ilyentén való megmérgezése a te felelősséged. Lásd be, hogy a sorsodat ilyenkor te formálod és írod. Sok ember ilyenkor tiltakozni kezd, mondván, ő igazán nem telt arról, hogy neki milyenek voltak a szülei, a tanárai, a kedvesei, a főnökei, az életkörülményei stb., akik vagy amelyek az életében oly sok keserűséget okoztak számára. Lehetséges azonban, hogy ezek a szellemi-lelki befolyások kezdetüket tekintve a fenti karma részét képezik, vagyis olyas valamik, amiket az isteni gondviseléstől a kauzalitás okszerűség okság elve alapján szükségszerűen és elkerülhetetlenül kap az ember élet lélek. Az érme másik oldala pedig az, hogy mit kezdünk velük akkor, amikor szembesülünk eme kihívásokkal. Elhárítjuk, vagy kezdünk velük valamit. Megadóan, szinte beavatkozás nélkül engedjük magunkra hatni őket, vagy átalakítjuk azokat a pillanatnyi érettségünknek megfelelően. Ezeken kívül további kérdés, hogy vajon miként alakítjuk, módosítjuk vagy magyarázzuk utólag ezeket a sorsszerűségeket. Ez már a lenti karma kategóriájába esik. Ezek mi bellétét is részletesen kifejtem a kiválasztottak titkos tudása című könyvemben: spirituális feladat. Ismert fel az egyéni felelősségedet és határtalan lehetőségedet a tekintetben, hogyha azonnal nem is, utólagosan a megfelelő tudati érettséggel mindenképpen megszabadíthatjuk magunkat a múltbéli terheinktől és szenvedéseinktől. Erre szolgálnak a spirituális megoldások. Köztük kiemelt helyet foglalnak el a meditációk, az elcsendesedés és az elmerülés technikája, a szent helyeken történő különféle energetikai töltődések, a saját sorsunk helyes értelmezése és alakítása az örökérvényű tanítások szellemében. A fő kérdés az, hogy vállalod-e az ezzel együtt járó feladatokat, kihívásokat és nehézségeket. Hajlandó vagy-e változtatni, tanulni, belátni, elengedni, s tömérdek jót teremteni az életedben a nemes célok érdekében? S képes vagy-e fellőni az élet feladataidhoz, avagy megrekedsz egy adott tudatszinten? A személyes spirituális olvasatomban az embernek mindig és minden körülmények között vállalnia kell a testi, a lelki és a szellemi kötelességeit. A világi modern létszemlélet szerint viszont, ahol csak lehet, ki kell bújni a felelősség és a kötelesség vállalása alól. Tehát, ha lehet, akkor inkább kerüljük ki, ússzuk meg, hárítsuk másra, halasszuk el, csaljuk le, testáljuk másra a kötelességeinket és a személyes felelősségünket. Bizony ez egy óriási dilemma az ember életében, amit csak érettséggel lehet helyesen megközelíteni és megoldani. A titok e tekintetben nem más, mint hogy a valódi érettséghez spirituális intelligencia, lelki megértés szükségeltetik. Eme cél beteljesülését az egyéni megtapasztalások szolgálják és szolgáltatják, de nyilvánvaló módon mindenki más ütemben és ára el a végső kibontakozásig. A személyes választásaimból származó cselekedetekből és tettekből születik a végzetünk. Következésképpen, ha nem vagy kibékülve egy némely sors helyzeteddel, akkor gondold újra az élethez való viszonyulásaidat, a szemléletmódodat és az önátalakítás lehetőségeit. Sokan ezt azzal intézik el, hogy egy ideológiát követnek, és vagy egy kultuszt szolgálnak, amitől a megszabadulásukat várják. Tenni csupán minimálisan akarnak. Önmagukon változtatni, kilépni a komfortzónájukból szinte senki sem óhajt. Ezzel szemben a spirituális érettség megélése és a szellemi-lelki felnövekedés önmagunk folyamatos és álhatatos nemesítéséről, alakításáról, ötvözéséről szól. Az érettség egyik előfeltétele a tisztaság. A szív esetében ez azt jelenti, hogy az embernek lehetőleg gyerekkorától kezdve olyan attitűdöt és életstílust kellene kiépítenie magának, amely lehetővé teszi számára, hogy a szíve útját járhassa, ami mindig egyszerű és nemes. Egyszerű annyiban, hogy következetesen mindig a magasabb rendű én tisztaságát és jóságát követi, és soha nem tér el tőle következésképpen nem gyötrig tartósan kétségek, és nem mardossa bizonytalanság, hanem megőrzi a higgadságát bármilyen baj, veszély vagy kísértés környékezze is meg. Legfeljebb aktuálisan meginog, de viszonylag gyorsan helyreállítja a belső egyensúlyát. Nemes annyiban, hogy az életveszély elkerülése érdekében való jogos önvédelmet leszámítva nincs benne erőszakos törekvés vagy ártó szándék, hanem csupán erőszakmentes, illetve szelíd módon kívánja valóra váltani isteni lelke szándékait. Tehát alapvetően hű a saját lelki természetéhez. Emiatt minden érzelmileg nehéz helyzetben van lélek jelenléte, felméri a saját és a környezete igényeit, törekszik a mindenfél számára elfogadható, kiegyensúlyozott megoldásra, és csak az erényeit használva kezeli a helyzetet. Divatosan fogalmazva, Asszertív attitűdöt követ. Nem hunyászkodik meg, nem menekül el, nem válik passzívvá félelemből vagy szégyentől vezérelve. Ugyanakkor nem akar másokat legyőzni, illetve mások fölé kerekedni, vagy másokat elnyomni. Az ilyen ember a spirituális intelligenciáját használva önmagát uralja, és ezzel mindenféle helyzet fölé magasodik. Más oldalról megközelítve ugyanez a kérdéskör úgy fest, hogy a felnőtt embernek számolnia kell azzal, hogy a szívére a fenti és a lenti karmikus tényezők miatt minduntalan ráterepedhet a bánat, a szomorúság, a fájdalom és a keserűség. Ezek a lelki mérgek és szenvedésforrások beszennyezhetik az érzelemvilágot, majd szükségszerűen megrontják a gondolkodást. Itt hívom fel a figyelmedet arra, hogy ha nem transformálod tudatosan ezeket a hatásokat, akkor óhatatlanul szenvedésre kárhoztatod saját magadat. Így könnyen elsodorhat és leigázhat valamilyen indulat. Spirituális feladat A tisztállátásod érdekében tedd fel magadnak a kérdést. Vajon mindig a szíved útját járod-e? Hű akarsz-e maradni a saját lelki intelligenciáthoz, vagy inkább behódolsz a külső erőknek? Belátandók. A negatív érzelem negatív gondolatokra hajlamosít. A romboló lelki hullámok magukkal sodorhatják az intellektust. A rossz érzések romboló és hamis gondolatokra tesznek fogékonyá. A helyes külső és belső kommunikáció lehet a mérleg nyelve a nehézségek megoldásában. Kellő érettséggel mindenki rá fog ébredni arra, hogy legtöbbször a félreértéseink áldozatai vagyunk. Konkrétan a nem tudásunk, a hibás értelmezéseink és a sajátos magyarázkodásaink miatt szenvedünk. Ezért kiadhatatlan lépés a belső és a külső kommunikáció harmonizálása. Hogyan? Lássuk be, hogy a másoktól átvett vagy a személyesen kialakított helytelen, tudatos vagy tudattalan viselkedés mintáink könnyűszerrel okozhatnak olyan lelkisebeket, amelyeket előbb-utóbb mindenkinek magának kell valamilyen módon kiavítani. Természetesen van lehetőség szakember bevonásával korrigálni ezeket, de valójában az egyéni belső munka elősegítésén túlmenően nem lehet másra átruházni ezt a belső munkát. Ha nem teszünk hathatós lépéseket, akkor ezek a lelki gubancok, gócok, sebek olyan destruktív folyamatoknak és személyiségtorzulásoknak lehetnek a melegágyai, amelyek hosszú távon negatív irányba fordíthatják az egész életünket. Spirituális feladat Ismert fel, hogy milyen vélt vagy valós lelkísérelmeid vannak. Ebben a segítségedre lehetnek a következő kérdések. Kire neheztelsz jelenleg? Kinek nem tudsz teljes szívedből megbocsátani? Kibántott meg igazán legutóbb? Mit nem tudsz elengedni? Mind nem vagy képes túllépni? Te kit sértettél meg a közelmúltban, akár önkéntelenül is? Kiket régebben? Milyen helyzetekben, illetve kivel szemben érzed magad túlzottan sebezhetőnek vagy kiszolgáltatottnak? dédelgetsz magadban haragot valaki iránt? Szoktál-e foglalkozni a rossz emlékeiddel és a lelki fájdalmaiddal? Ha igen, mit kezdesz velük? Gyógyírt jelentettek-e az eddigi megoldási kísérleteid a lelki sérüléseidre, vagy még továbbra is vannak nyomasztó érzéseid? Tisztában vagy-e azzal, hogy a lelki sebek és gubancok megoldásai, felszámolásai azok kialakulásának és ok-okozati ok hatásainak a valódi megértéséből fakadnak? A spirituális ember célja az Istennel, az isteni önmagával való teljes egység és összhang helyreállítása. Melynek nem átugorható lépcsőfoka a szív tehermentesítése. Úgy nem lehet valaki egységben az élettel és a léttel, hogy közben lelki ereje gyenge vagy egyre csak fogyatkozik. Miként bölcsesség nélkül sem láthat tisztán az ember az egyre kaotikusabbá váló világban. Ebből következik, hogy vissza kell szerezni, majd meg kell tartani a lelki erőinket. Ehhez rendszeresen tisztítani és tehermentesíteni kell a szívünket a lelki súlyoktól. Fel kell töltenünk lelkünk erőforrásait minden áldott nap. Sokan azért érzik magukat kimerültnek, kiégetnek, elcsigázottnak, szétforgácsoltnak, agyonhajszoltnak, meggyötörtnek, mert a lelki erejük szétaprózódott és felörlődött a mindennapi küzdelmekben. Ők alapvetően nem gyengék, csak bedarálta őket a sok ellenerő. Azért kell keresnünk a kapcsolatot a belső hangunkkal, hogy az a fényével és a bölcsességével mutathassa számunkra a szabadság, a tudatosság és az éberség felé vezető utat. A megoldás első lépése a szívcsakra és a szívkör rendszeres és módszeres tisztítása lehet. Ehhez mindenek előtt azt lássuk be, hogy a szívünk energiája nem mindig tiszták, erősek és szabadon áramlók. A szívközpont képes beszennyeződni, beszűkülni és valamelyest eldugulni. Ilyenkor az energiaáramlást akadályozza valamilyen nem kívánatos belső Mivel jár együtt ez a fajta tudatosság? Olyan lelki, illetve érzelmi állapotokat generál, amelyekben azt érezhetjük, hogy a világ, a társadalom, az emberek valósággal a markukban tartanak és nyomasztanak minket. Mintha mindenki összeesküdött volna ellenünk. Ilyenkor arra a következtetésre juthatunk, hogy elegünk van valamiből vagy valakiből. Ha ilyen helyzetben találod magad, akkor jusson eszedbe a tanácsom. Tegyél azért, hogy megtisztulhass, s ne engedd, hogy a világ keltette lehúzó érzések súlyként telepedjenek a lelkedre, és a pozitív érzületeidre. Ha ugyanis átadod a teret ezeknek a sötét árnyaknak, akkor az egód élni fog az általad felkínált lehetőséggel, illetve kapva-kapni fog az alkalmon, és minden érzelmi manipulációs eszközbe fog vetni, hogy tévútra csábítson. Az ego találékony és megtévesztő, mert nem engedi szárnyalni a lelket, és mindig képes magyarázatot gyártani arra, hogy miért állj ellen a jónak és a nemesnek. Néhány tipikus példa az ego mahinációira sokszor meghátrálásra buzdít, ahelyett, hogy bátorítana, lebeszél a saját véleményed felvállalásáról, elbizonytalanítja az önmagadba vetett hitedet, növeli a hibázástól való félelmet és szorongást, dramatizálja a helyzeteket, meggátolja, hogy az alaptermészeted az önvalód jótékony hatásai érvényre jussanak. Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek a részleteket megtalálod a Voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget.